Na jó, akkor sziasztok, hello, üdvözlök mindenkit. A végtelenben nincs senki, de azért üdvözlet van, és minden van továbbra is vagányul. Elmondok egy-két pici praktikus, vagyis ilyen gyakorlati infót az elején, és akkor tartok egy pici bevezetőt, hogy így tudjuk, hogy miről is van szó, aki még esetleg nem volt. Aki közben jön, azt még beengedem a Zoomba, és akkor lehet kérdezni, vagy csak hallgatni, vagy így, ami jön magától, teljesen feltétel nélkül. Tehát akkor lesz egy élő találkozunk december 8-án, délelőtt 11-től. A Magnetházban Budapesten, úgyhogy aki úgy érzi, az élő találkozók azért energetikailag sokkal direktebbek, intimebbek és erősebbek, úgyhogy persze minden az, de az élő találkozóknak van egy ilyen érdekes, aki már volt, az tudja, hogyha van kedvetek, akkor gyertek el, hogyha tudtok, vagyis aki érzi, a test érzi, hogy mozdul, és akkor lesz még egy élő találkozó februárban, azt hiszem február 9-én pont, az is a Magnetházban, és akkor Nagyváradon is lesz találkozó december 14-15-én, szombat vasárnap az én otthonomban egy magánlakásnak a nappaliában. Ott is limitáltak a helyek, meg a weboldalon, meg a Facebook csoportban megtaláltok minden infót mindenről. Lesz még egy magyar Zoom a decemberi 8-ai találkozóig, az biztos, és lehet, hogy még lesz ilyen livestream is, ami meglepetés lesz, mert én nagyon szeretem a meglepetéseket, aztán aki csatlakozik, az csatlakozik, aki meg nem, az megnézi utólag, de én szeretem, hogy olyan spontán az élet, és akkor az úgy, Na jó. Tehát akkor, amiről beszélünk, igazából nincs is sok szó, amit erről mondani, mert valójában ez igazából csak egy rávilágítás, nem is üzenet, hanem egyszerűen csak egy rámutatás, csak egy rávilágítás arra, hogy minden magától történik, már történik. Tehát egyszerűen nem is nagyon van mit mondani arról, ami már történik. Már hűtőszekrény, már fal, és már szabad minden, bármilyen érzet, érzés, mozdulat. Ez nem kapcsolódik semmihez, ez nem vallás, nem egy módszer, nem spiritualitás, nem tudom micsoda, de egyáltalán csak abszolút természetes, organikus, természetes élet, mint a pici gyerekek, az élet mozdít szabadon már. Már történik. És ugyebár minden szabad, tehát ez maga a végtelen szabadság, egyszerre minden és semmi. Mert minden teljesen üres. Tehát az életnek semmilyen célja nincsen, és nem halad sem erre. Az élet nem akar semmit, nem akar megváltoztatni. Semmit nem akar megváltoztatni, mert nincs kettő. Csak egy energia van. Egy energia van. És nincs külön semmi. Semmilyen test, sem bármi, ami látszik, ami érződik, ami történik, semmi nincs külön a végtelentől, minden egyben van. Nincsen szeparáció. A szeparáció az maga látszólagos illúzió. És ugye bármi, ami történik, már történik magától, tehát egyáltalán nem tudsz kezdeni vele semmit, senki nem tud kezdeni vele semmit, mert nincs senki. Tehát abszolút, a testekben nincs senki, de ez nem úgy, most nem úgy kell elképzelni, hogy üres testek szaladgálnak ének nélkül, hanem egyszerűen minden egyben van. Tehát a test egyben van a háttérrel, nem különül el. Bármitől, ami történik, egyben van. Egy energia van, egy végtelen, átölelő, feltétel nélküli szeretet, szerelem, élet, szenvedély, gyermeki öröm, ártatlan, ártatlan, és az ártatlanság a nem tudásra értődik, nem arra, hogy ilyen nagyon tiszta, meg akkor csak ilyen gyermeki dolgok történnek, meg minden ez, minden maga a végtelen. Minden. És szilárd és nem szilárd, történik és nem történik egyszerre. Tehát
vak, vad, szenvedélyes, az élet nem ismer fel, és mindig is így volt. Maga a személy, az, hogy veled történik bármi is, az az illúzió. Az, ami történik, az nem valós, és nem is nem valós, tehát nem is szilárd, de szilárd is, egyszerűen felfoghatatlan, ezt nem lehet megérteni, mert egyszerre nincs szubstanciája, és egyszerre mégis szilárdnak tűnik, ugye? A test is, meg az asztal is, minden abszolút szilárdnak tűnik, és valósnak. Mert azt ugyebár, hogy a szöveg az teljesen valójában mindegy, meg nem számít, hogy mi éppen mi történik, mert egyáltalán nincsen jelentősége semminek. Csak egy gyermeki öröm van benne. Tehát például a gyerekeket sem érdekli, hogy a gyerekeket sem érdekli, hogy mi fog történni, vagy holnap mi lesz, meg, de aláírom, hogy természetesen, hogy nagyon-nagyon igazinak tud tűnni. Ugye ebből gyerekként beszorul ez a maga végtelen, végtelen szabad energia van, már szabad. Minden az, a hűtőszekrény, a fal, asztal, energiaként, test, beszéd, nézés, személytelenül, semmi nem a tied, nem te csinálod, nem rólad szól, nem vagy fontos, soha nem szólt semmi rólad. Minden ez, a szemüveg, a fáradt láb, a fájó fog, vagy bármi, fejvakarás, az élet nagyon-nagyon pici dolgokról szól, és az, hogy üres és tele, igazából üres, ugye, hogy nem halad sem erre. Ezek a szavak csak magyarázatok, enyhe rámutatás, rávilágítás arra az ismeretlen, megfoghatatlan valamire, ami nem tárgy, nem fogalom, egyszerűen nem lehet leírni szavakkal, ezért a szavak csak picit rámutatás, mert ugye a beszédet azért nem nehéz kikerülni. A beszéd is ez, de sokszor félrevezető, ez energetikai átadás, tehát hogy az élet az energetikailag történik. És sokkal mélyebben megy ugye energiában, ami történik, ami abszolút én sem tudom, hogy mi történik, semmivel nem tudok többet, mint bárki vagy bármi. Az életet nem kell megtanulni, már történik. És tehát üres az, hogy nem halad sem erre, már teljes és tökéletes. Nincs előzmény és nincs következmény, nincs kontinuitás, ez maga a káosz. De úgy tűnik, hogy rend van, és úgy tűnik, hogy folyamatos, hogy előtte történt valami, most utána is fog valami történni. Ez továbbra is így történik, csak már nem komoly, tehát már ugye nincs benne semmilyen súly, nincs benne nehézség, nincs benne semmilyen tudás igazából. És az egész, és az, hogy tele, tehát üres, nincs jelentősége semminek, mert hogy mint a gyerekeknél, nincs a testben többé, nincs emlék arra, hogy ez jó vagy rossz. Az elkülönültségben, ugye, amit úgy érzed, hogy az valós, az ugye egy beszorult energia képződik látszólag, mert hogy az sem igazi, de hogy olyan, mintha beszorulna valahogy egy energia ide a testbe, és ez az első biztonság érzete a sztoriban a gyereknek. És utána jönnek a gondolatok, a hitrendszerek, és minden teljesen magától történik. Nincs szabad akarat, nincs szabad döntés, soha nem is volt, nincs senki. Hát nem tudom, van-e még. Igen, tehát, hogy maga nincsen kettő. Tehát ugye nagyon-nagyon szerintem még logikus is picit, hogy ha nincs kettő, akkor nincs semmire rálátás, nincsen tapasztalás, nincs tapasztaló, és ebben semmilyen spirituális dolog nincs, semmilyen nagy csend, vagy nem tudom. Az, hogy tele, az üresség az tele van, ugye tele van mindenféle megfoghatatlan érzetek, érzelmek, gondolatok, bármi, tehát üres és tele, tehát, hogy valós és nem valós, semmi nincs megtagadva, és semmi nincs elutasítva. Nincs ilyen, hogy mondogatom magamnak, hogy ó, nem számít, mert úgyis elmúlik, meg nincsenek ilyen nagy ötletpuffogtatások, meg ilyen nagy spiri szövegek, vagy én nem is nagyon voltam spirituális úton, ezért ezeket az ilyen abszolút, nem tudom, mesterek, meg vanságok, meg nem tudom, én ezeket így nem is nagyon szoktam használni, van, aki használja. De inkább ez, hogy végtelen, végtelen ártatlan gyermeki öröm, és minden ez, fájdalom, összezavarodottság, értetlenség, a megértésre való vágy is ez. És ugye akkor az elkülönültségből jön öntudatlanul, minden öntudatlanul történik igazából, maga a tudatosság az az illúzió, az az álom, de nagyon igazi tud lenni.
Hiába próbálod ezt megérteni, ugye, mert nem a megértésről szól, túl van a szavakon, energetikailag történik. Már mozdul a kéz, már történik. Az életben nincs terv, kiszámíthatatlan. Nem tudja senki, hogy mi a következő mondat, mi a következő mozdulat. És már teljes, tehát nem halad, nem halad semmire, nem fejlődik. Nem fejlődik. Mozog és nem mozog egyszerre. De már nincsen én, tehát nem kell semmitől megszabadulni. Itt nincs egy különlegesség, hogy jaj, Ágnesnek már nincs énje. Nincs Ágnes, ez csak egy név, nincs senki. Csak egy arc van, kezek, amik mozdulnak szabadon, nem tartoznak senkihez. A test az nem valós, és nem tartozik senkihez, nem a tied, semmi nem a tied, nincs birtoklás. És a test egyben van mindennel, egyben van a háttérrel, nincs elkülönülés. Igen, tehát hogy maga ennek a kontrakciónak, ugye, ami sejtszintű, minden sejt össze van rándulva, hogy én valós vagyok, és ugye gyerekkortól, ahogy ez megszületik a végtelen szabadságból, a védenem kell maga mindentől, és mindent állandóan meg kell oldanom, de ez is öntudatlanul megy, tehát nem az én, az csak egy hitrendszer koncepció szinten, ami rátapad, de igazából maga az én rendszere az egy energetikai történés. Nem a gondolatok, a hitrendszerek és a viselkedés minták és a koncepciók határozzák meg, azok csak így rájönnek a tetejére, de igazából maga az elkülönültség érzet, ami ugye, amíg elkülönült a rendszer, addig nem tud rálátni, mert ő maga az elkülönültség. Addig ugye ott van egy mély értéktelenség érzet, és ez vezérel mindent. Egy mély értéktelenség érzet öntudatlanul, ami csak ott egy zúgás a háttérben, aztán ugye vannak, akik elkezdenek erre érzékenyebbek lenni, valahogy magától a rendszerben, valahol a térben, test körül, bármi, egy érzet lesz, egy vonzódás, valami, egy keresés, hogy kell legyen valami más. Igazából nincs más, csak nincs egy másik valóság, nincsenek dimenziók, csak az van, ami éppen történik, és az maga a végtelen, véges és végtelen egyszerre. De elkezdődik ugye egy érzékenység erre, vagy valami, egy keresés, és akkor van, aki ugye keres, mit tudom én, vallásos úton egy mennyországot, egy jobb életet, van, aki csak jobb életet keres, minél több materiális dolognak a felhalmozásával, még több pénz, még több hatalom, még több gyerek, még több szerető, még jobb család, még jobb feleség leszek, még jobb leszek. Mert ugye abból az elkülönültségből van egy mély-mély hiányérzet, értéktelenség érzet, és az, hogy nem vagyok elég. És közben bármi, ami történik, már teljes és tökéletes, nincs senki. Tehát senki nem felel meg, nincsenek viszonyok. Ez nem azt jelenti, hogy többet nem kapcsolódsz, vagy nem beszélgetsz, sőt, még szabadabban. Hanem inkább az, hogy többet nincs semminek a megoldása. Ugye főleg a negatív, kellemetlen dolgoknak nincs többet az elutasítása, hanem lehetnek nagyon erős érzetek. Én amúgy nagyon szeretem az érzelmeket és az érzeteket, szerintem fantasztikusak, és amúgy meg az egész, ahogy történik, egyszerűen egyszerre nagyon egyszerű, közönséges, természetes élet, tele szenvedéllyel, örömmel, vagy éppen csak ülés a széken, bármi, minden ez, minden. Bárhová mész, nem tudsz elmenekülni sehová. Nincs menekülés, csak az van, ami éppen történik. Mindenhol élet van. Fényrészecskék, fényjáték, minden, fényjáték, megfoghatatlan. És mindent átölel, mindent, ez végtelen szerelem, öröm, és nem téged ölel, hanem minden, az élet szeretkezik veled folyamatosan, a lélegzet, minden az életet ünnepli, minden egyes pillanat az élet ünneplése, minden egyes. A fájdalom is, a félelem is, a pánik is. És akkor ez most persze lehet relaxáló, vagy akár konfrontáló, tehát lehet kellemetlen, vagy hát éppen ami történik. Igen, életöröm van, és ez nem csak a jó dolgokra vonatkozik, hanem minden pulzál, vibrál, friss, olyan, mintha minden először történne. Az emlékek egyre halványabbak, és minden ezerrel érződik, pont mint például a tinédzser korodban, vagy gyerekkorodban, hogyha emlékszel, hogy minden olyan ragyogó volt, és fényes, és minden érzet olyan élénk volt, és akkor nem gondolkoztál azon, hogy jaj, ez most a végtelen, vagy meditálnom kéne, vagy nem tudom, csak egyszerűen
Fú, nem tudom, öröm volt, almaevés, biciklizés, zsíros kenyérevés, ölelkezés, mezítlábszaladás a harmatos fűben, bármi, az élet költészet. Megfoghatatlan. Mindig mondom ezt, mert szerintem annyira szép, hogy a művészetek ehhez sokkal közelebb állnak, mint bármi más, mert ugye a művészetekben érzed azt a hihetetlen szenvedélyérzetet tud generálni, például egy gyönyörű zene, egy előadás, egy színház, egy szerelmi történet, egy gyönyörű vers, egy ezt kutatja és keresi, ezt a megfoghatatlan, szubstanciamentes szerelmet, átölelést keresi minden művészeti ág, és amúgy meg mindenki nagyon mélyen, igazából csak emlékezünk együtt, jó barátok, emlékezünk együtt arra a szabadságra, amit soha, de soha nem veszítettünk el. Az élet nem hagyott el soha. Soha. Nem is tudod, hiszen csak élet van. Semmi nem tűnt el sehová. Tehát már nincs én senkinél, csak végtelen energia van, és minden érzet, érzelem, test, bármi, minden ez, semmi nincs elutasítva. Ugye nagyon gyakran hallom manapság ezeket a ó, na, jól van, akkor úgyis elmúlik, mert nem történik semmi, meg minden közben belül össze vagy rándulva, azaz összerándulás is ez. És nincs font, tehát nincs különlegesség, ez itt semmivel nem különlegesebb, és nem csak mert mondom, hanem mert nincs szeparáció. Hát úgyhogy lehet kérdezni, vagy írni, ahogy érzitek. Vagy csak pihenni, aludni, bármi, ami jön magától. Úgyis magától megy. Az életet nem lehet gyakorlatba ültetni. Már történik, és már nincs, már történik. Mit tudsz azzal kezdeni, ami már történik? Ugye ez az üzenet, vagy rávilágítás, én úgy érzem, hogy a sztoriban ugye sok-sok millió vagy ezer éve keringett mindenhol, azért hasonlóak lehetnek a szövegek, de mindig nagyon népszerűtlen volt, mert ugye arról szól, hogy te nincs mit kezdjél ezzel, és ha te nincs mit kezdj ezzel, akkor ugye rád nincsen szükség, te fölösleges vagy. Igazából ez a te halálodat jelenti, vagy megsemmisülésedet, és ezt nem nagyon akarod te hallani. Úgyhogy ha valami meghallja, vagy érzi ezt a vonzalmat, az nem te vagy. Az maga az az ismeretlen valami vonzódás, bármi, ami megmagyarázhatatlan. Ez egy szerelem, egy vonzalom, egy rezonancia, nem a tudásról szól. Ezt nem lehet megtanulni. A vonzódást nem lehet megtanulni, magától történik. Ahogy az is, ahogy dobban a szív, ahogy pumpálja a szív a vért, ahogy a száj beszél, ahogy nyelsz, ahogy ürít a test, az érzelmek, érzetek, ahogy jönnek. Ezeket nem csinál, semmit nem csinál senki. Nincs, ez anarchia, nincsen hatalom, nincs autoritás egyáltalán, senki nem irányít semmit. Csak az van, ami történik. Már történik, nélküled, mindig is nélküled történt, személytelenül. És ez a feltétel nélküli szeretet, hogy minden az, ami már történik. Semmi nincs elutasítva és megtagadva. A karakter kivirágzik, mert nincs többet semmi, ugye nincsenek az énnek a filterei, ez a beszorultság, hogy visszatartsa. És akkor szabadon, szabad a karakter, de természetesen lehet kellemetlenség is, ami ugyanolyan szabadon történik, de már nem érdekel senkit, hogy milyen erősek az érzetek, vagy épp nem erősek. Eltűnik a tudás. Ez egy veszteség, nem nyeresség. Ez egy visszalépés igazából. Ezzel nem nyersz semmit. Igazából eltűnik minden tudás abból, ami épp történik. Nagyon sok minden úgy marad, ahogy előtte, csak eltűnik az, hogy ez jó vagy nem jó. Lehet továbbra is ölelés, vagy nem tudom, vagy ugrálás, vagy rossz kedv, vagy bármi, csak eltűnik az, hogy ez nem jó. Ugye a legmélyebb áldozat ez az értéktelenség, hogy ez nem jó, valamit nem csinálok jól, valami rossz, és valamit tudnám jobban csinálni. A remény is maga az életet öli meg igazából, mert mindig valahol a jövőben van. Nincs idő, nincs tér, minden csak egy konstrukció. De közben meg valós és nem valós, tehát nincs ezzel folyamatosan foglalkozás, minden zenehallgatás lehet bármi, biciklizés, fürdés, ami kinek, ami sokféle preferencia van. Én sem ezzel foglalkozom egész nap.
hanem örömködés van. És öröm a szenvedély van a megosztásban, valahogy így, fú, árad a szenvedély belőle ez a leírhatatlan. Az élet erőfeszítésmentes. Nem akar megváltoztatni. Ha irigység van, akkor az. Ha dű, akkor az. És lehet, hogy 10 év múlva is lesz dű, vagy irigység, vagy féltékenység, vagy mit tudom én, gyűlölet. És akkor mi van? Senkit nem érdekel. Az életet nem érdekli, hogy veled mi van. Mégis ölel, ölel, személytelenül. Ez nem az emberi szeretet, ebben nincs szükség. Nincs benne figyelem. Tehát ugye az emberi szeretet az mindig figyelem. Kell a figyelem, és akkor én is adom a figyelmet. Mindig oda-vissza energiarablás van, ugye úgy mond. Mindig figyelmet akarsz, mert fontos vagy. Miért vagy annyira fontos? Nem vagy fontos. A kisbabákat például nem érdekli, hogy mi történik, nem ragaszkodnak senkihez és semmihez. És akkor egyszer csak elkezd megszületni az agy, elkezd fejlődni, olyan 2 éves kor körül, és megszületik a távolság. Pici gyerek nem lát távolságban, nem lát térben, minden egyben van. Tehát nincs ebben semmi különlegesség igazából. Csak a spirituális, vagy nem tudom, milyen tudások beszélnek ilyen, nem tudom miről. Megszületik a távolság. Megszületik az, hogy ebben a testben van valaki, és akkor a többi testben is van valaki, és akkor ott már ugye a szeparáció, az elkülönültség egyre erősebb. És akkor az agyban ugye már jönnek a gondolatok családból, társadalomból, iskolából, óvodából, a sztoriban ugye egyre több gondolat, hitrendszerek, koncepciók a családból, mit szabad, mit nem szabad. És az a végtelen szabadság egyszer csak így elkezdik. És olyan lesz, mint egy kényszerzubbony. De ez az emberek 90, mondanám 98 vagy 99%-ának teljesen természetes, hogy az álomban él, tehát hogy az úgy történik, hogy neki van egy élete, azt ő csinálja, szabad akarata van. Ha valaki ezt meghallja, picit lehet ijesztő, ugye nincs kontroll, nincs semmilyen kontroll, bármi, bármi lehet. Talán a halálfélelem az egyik legerősebb mozgatója a ugye a megsemmisülésre való félelem. De nincs halál igazából, az csak koncepció, mert senki nem hal meg, de látszólag fizikai test halála van. Lehet, vagy nem. Nincs ilyen előző élet, vagy következő élet, vagy ezek mind-mind ilyen az énnek az önfenntartó, ugye ezek a túlélési rendszernek a mind az elburjánzása. Végtelen a kielégületlenség és az értéktelenség, és akkor az bármivel pótolja a rendszer, bármivel. Túllevés, túlivás, még több munka, még több pénz, mindenből még több, még több, még több, még több, soha nem elég semmi, soha. Olyan ez a beszorult energetika, mint egy fekete lyuk, minden szív magába, mindent, és semmi nem elég. Figyelmet mindenkitől, szeressetek még jobban, még jobban, még erősebben, nem jó így. Millió elvárás, millió hitrendszer, hogy hogy kellene élni. Aztán meg ugye ez így visszaolvadhat, ez a beszorultság, ez csak így visszapattan a semmibe, az ürességbe, a végtelenbe, és akkor csak az van, ami történik. Abban a pillanatban nyilvánvalóvá válik, hogy nincs senki, és soha nem történt semmi. Mégis történik látszólag. Minden csak megjelenés, semmi nem szilárd. Minden mozog folyamatosan, test is, fal is, padló, minden mozog.
Minden szó kevés ehhez ezt leírni. Már történik, és már nincs. Ártatlan. A beszorult, látszólagos energia is ártatlan, minden ártatlan. Nem akar semmit. Az életnek nincs célja, nincs jelentése, nincs értelme. Csak úgy történik. Neked minden olyan fontos. Minden fontos, vagy valami fontosabb. A test a legfontosabb, az én testem, mindig meg kell oldjam. Fontos a család. Fontos, hogy szeressenek. Minden fontos. Te vagy a legfontosabb. De amúgy lehet ez nagyon-nagyon küzdés lehet benne, vagy akár abszolút nagyon-nagyon erős tud lenni az érzet, hogy ez igazi, valós, természetes, hogy nincsen semminek a kikacagása, vagy kigúnyolása, vagy hú, én már ott vagyok, aztán nem, nem, nem. De nincs többet kielégítése senkinek, és engem sem kell kielégítsen senki. Tehát nincs fölösleges kedveskedés, ha kell, ha nem. Mert nincs értéktelenség, az értéktelenség illúzió, minden már teljes és tökéletes. Öntudatlan a megfelelés is. Az értéktelenségből jön minden. Hogy nem érdemlem meg, nem érdemlem meg az életet, semmit. Ez persze ugye módszerek, terápiák próbálják megoldani. Ideig, óráig van, ami működik is, de egy idő után nem, és ugyanoda. A szabadság az, és ez nem a személy szabadsága, mert te azt hiszed, hogy az a szabadság, hogy most bármit megtehetek, vagy bármire nemet mondhatok, nem fogod tudni megtenni, csak bizonyos dolgokban. A szabadság az, hogy minden ez, mert nincs benne tudás. Nem tudja senki, hogy mi fog történni. Ez az élet kiszámíthatatlansága, ez az áramlás. A könnyedség az, hogy természetesen az élet ezután nagyon könnyű, mert hogy nincs foglalkozás semmivel. De lehetnek nagyon erős érzetek, de hogy az is jön fel erősen, nagyon erős fájdalom, akkor a fájdalom van csak tisztán. Utána meg rögtön elfelejtődik, és akkor történik valami más. Nincs az, hogy eljutsz egy jobb állapotba, egy szebb állapotba, aztán majd semmi nem fog történni. Hát az élet néha nyugalmas, máskor meg mindenféle van. De igen, ez harmónia. Az élet az harmónia. A természetben látszik szerintem a legjobban, hogy ott nincs értéktelenség, tehát ez csak az emberi, látszólagos emberi testben történik valahogy így magától. Ez mindent felforgat, mindent, amiben eddig hittél. Mindent. És lehet persze akár egy szomorúság is benne, talán mély szomorúság is, hogy vége a sztorinak. Hát, hogy az ablakon kívül van egy utca. Csak akkor van, ha kimegyek.
hogy van Magyarország, hogy van Föld, hogy vannak földrészek, hogy van univerzum, semmi sincs. Csak az van, ami látszik. Mutass valamit, ami nem ez. Mutass valamit, ami nem ez. Kéz, szem, látás, érzékek, ajtó, üveg. Az agy tudja továbbra is, hogy ezek mégis egyszerre energia, energia is egyszerre valós és nem valós. Továbbra is működik a test teljesen, sőt, talán még természetesebben, mint előtte, mert nincs, aki megakadályozza már. Az én is egy illúzió, hol az én? Nincs, ki megmutassa, hol van az az én. Csak beszélünk róla, minden csak információ, csak az van, ami látszik, ami történik. Ezért nagyon egyszerű, túl egyszerű. Túl egyszerű. Ez nagyon unalmasnak tud tűnni, hogy csak az van, ami látszik. Hát csak mi az, hogy csak ülök a széken? Vagyis, hogy ülés van a széken, nem is én ülök. Mi az, hogy csak egy pohár víz? Mi az, hogy csak lélegzek? Ez olyan unalmas, ezt már tudom. Történjen valami, történjen. Nem halad sem erre. Ezek a meetingek is valójában nem történnek. Úgy tűnik, hogy történik, meg részt veszel rajta, meg így beszélgetés van, de igazából nem. Tehát valójában teljesen fölösleges, mégis történik valahogy. Önmagának beszél, monológ, nem személyekhez beszélek, nincs senki. És ez energetikailag érződik, amikor tiszta a kommunikáció, és nem egy tudásból jön. Minden már teljes és tökéletes. A kellemetlenség is. Az is ugyanúgy élet. És ez nem hasonul semmivel. Mindig van egy érzet, ugye a beszorult ebből az elkülönültség, illuzórikus érzetből, ugye van egy, hogy mindig az értéktelenségből, hogy mindig hasonlítgatom magam másokhoz. Nem kell olyannak lenni, mint más, és nem kell jónak lenni. Persze ezt nem lehet megcsinálni agyból, csak beszélgetés van. Rengeteg, rengeteg energia megy arra, hogy jó legyél, hogy megfelelj, hogy elfogadjanak, hogy befogadjanak, hogy szeressenek. A viszonyulásból jön minden, ugye az elkülönülésből. Nagyon-nagyon mély értéktelenség van, a kiszakadásnak a fájdalma, ami ezerszer erősebb, mint egy szerelmi szakítás. Az ott marad a rendszerben, az elszakadásnak, a paradicsomból való kiszakadásnak a fájdalma, és mégiscsak egyszerűen fantasztikus, ahogy ez működik, hogy mennyire igaziak a fájdalmak, meg az érzetek, meg minden. Néha úgy érzem, hogy amikor ilyen szerelmi bánat is van, vagy bármi szakítás, akkor olyan, mint hogyha a rendszer, vagy a test újra élné annak az eredendő elszakadásnak a fájdalmát, ami igazából nem is történt meg soha. Talán ezért nyílik most ennyi test a látszólagos világszinten, maga a sztoriban, mert egyre, talán egyre megy inkább a szabadság fele minden.
talán egyre kevesebb hitele lesz a vallásnak, az autoritásnak, a politikának, talán a rendszerek egyre inkább vágynak a szabadságra mélyen valahol, amit soha nem veszítettek el. Bár úgy tűnik, hogy látszólag, hogy nem jó irányba mennek a dolgok, ugye, hogy rengeteg minden van a világban, még több árdrágulás, meg még több minden, mint hogyha, de hát, igen, valaki jött még, de hát ugye minden változáshoz látszólag, ugye látszólag vannak változások, minden változáshoz látszólag le kell omoljon a régi, ahhoz, hogy újraépüljön az új. És a leomlás az általában mindig valamilyen szintű fájdalommal jár. Pont olyan, mint egy újjászületés. Gyertek! Egy. Nem kell semmilyennek lenned, már teljes minden. Magától mozdul a test mindenre. Ez a beszélgetés sem halad sem erre. Nem fejlődik. Nem leszel se jobb, se rosszabb. Minden pont az, ami tisztán. És az is mindegy, hogy azt érzed, hogy jaj, én még nem vagyok ott. Jaj, könnyű neked, mert te már... Teljesen mindegy. Már nincs én, minden ez, minden maga a végtelen. Feltétel nélküli, átölelő. Olyan, mint egy langyos fürdő. Vagy éppen szétrombol mindent. Az élet ok nélkül örül, mint a gyerekek. Úgy örülök, hogy ennyien vagytok, olyan zvagány nagyon. Nagy öröm van. Nem is tudom a számot összefogni.
Semminek nem kell történnie, hogy ez teljes legyen. Mároz. Nincs benne hiány. Már harmónia. A diszharmónia is az. Bármit halmozol. Bármilyen, bármit, bármit. Nem leszel soha boldogabb. Soha nem elég. Az élet már ölel, mindenen keresztül. Az élet egy felhívás a keringőre, hogy minden ez. Vedd már észre, hogy minden ez. Semmi nem fontosabb, mint bármi más. Semmi. Minden egyforma, minden ugyanaz. Semmi sem több vagy kevesebb annál, mint pont ami. Az élet ártatlan, sebezhető. Öröm.
leomlanak a viselkedés minták, hogy ez nem jó, vagy hogy ez jó. Annyi érzelem lehet néha, hogy így túlcsordul a szív, vagy nem. Az érzelmek se a te érzelmeid, csak történnek maguktól. Aludjatok nyugodtan, aki úgy érzi, hogy álmos. Bármit. Nincs feltétel. Nem kell így ülni, nem kell hajlongani. Lehet így is csinálni. Nem baj, Erika, aludjál. Ági, Igen. történhet ez az egész dolog akár annyira észrevétlenül, hogy szinte észre sem veszed, csak most, hogy visszaemlékeztem, és egy pillanatra élővé vált az, amit megéltem, vagy éltem pár napig, hogy minden zajlott ugyanúgy, semmi extra nem volt az egészben, egy kicsit valami furcsa volt. És most, hogy belenéztem, visszahívtam az emléket, és belenéztem, tudtam, de nem voltam. Ez csak egy nagyon-nagyon pici, egy Igen. gondolatnyi különbség az egész, és mégis Igen. egyfajta más. Igen. Abszolút így, hogy nagyon-nagyon egyszerűen történik igazából, csak egy pillanat az egész, mint a átváltana a látás.
Meg ugye ez a, hát ezt így nem lehet leírni, de ugye amikor még utólag emlék van róla, akkor ott van ugye, hogy én emlékszem rá. Igen. Igen. Csak most, ahogy erre visszaemlékeztem, érdekes, mert azt éreztem, hogy szétdurran a fejem, egy kicsit magasabb a vérnyomásom, és ahogy visszaemlékeztem, és a jelenben újra éltem, eltűnt ez az egész feszítés, és egy tök oké, jól vagyok. Egy kioldódás lett belőle. És ezért kezdtem el most itt pörgetni, hogy akkor mi van, és kerestem a szavakat, hogy hogy Igen. mondjam el neked, hogy... Nagyon hétköznapi amúgy, igen. Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. Alig, szerintem van akinek, van aki... Én nálam is lehet, hogy talán nem tudom, lehet eltelhetett több nap is, csak egyszer csak valami így észrevette, hogy egyszer csak így... Tehát, hogy nincs is tudása arról, hogy most akkor volt, vagy már korábban, vagy nem tudom. Tehát meg amúgy meg... Meg az, hogy nem az én emlékeim már, tehát van egy halvány emlék erről, de nem, ezt így nem lehet leírni. Hogy nincs középpont. De igen, egyáltalán nem egy nagy esemény igazából, hanem ja. Írnak nagy, vagy beszélnek nagyobb ilyen eseményekről, vagy belátás, vagy fények, vagy nem tudom mik, de olyankor általában utólag még gyorsabb, jobban visszazáródik az egész, vagy és akkor azt keresi, kutatja az egész, ugye, személy, vagy akivel történt, hogy hú, mi volt az, és akkor próbálja azt visszaidézni. Az már csak egy emlék. Igazából minden csak egy emlék. Az agyban egy kép, egy érzet. 8 milliárd ember eltűnik egy perc múlva. Nem marad senki, aki emlékezzen semmire. Én sem tudom, miért történik ez, vagy így, hogy mi van. Csak így jön magától. Nem tudom. Nincs benne különlegesség, sem fontosság. És ahogy mondtad, még unatkozni is lehet benne. Persze, abszolút, abszolút. Az unatkozás is az, igen. Hát ugye igazából ezek ilyen érzetek, csak megnevezzük őket. Tehát, hogy most ez unalom, és akkor ugye már az agyba rögtön bejön, hogy mondjuk az unalom nem jó, a félelem se jó, nem tudom, ezek nem jók, és akkor közben egyszerűen csak érzetek vannak meg. Például a pánikérzet, meg a szerelemérzet, vagy egy izgalmiá, egy örömérzet, az nagyon közel áll a kettő. A test majdnem ugyanazokat a tüneteket produkálja, de ugye már meg van címkézve öntudatlanul, ugye, és akkor rögtön a kettő el van választva. Az egyik jaj, de jó, a másik ne legyen. Pedig testileg a testnek gőze nincs, hogy mi történik, csak magától remeg, vagy örül, vagy nem tudom, reagál. És aztán jön az én, és akkor mindent magának tulajdonít, hogy én, az enyém. És ez így nem jó nekem, vagy jó. Hős utasok, igen.
Igen, minden magától megy, minden egyes, minden, minden. Már fal, már asztal, már padló, már székláb. Ami éppen történik, nem tudod eltüntetni, nincs menekülés. Nincs senki. Szerintem ez a két mondat vagy egy dolog, amit a legnehezebb így akár megemészteni, hogy nincs senki, tehát nincs senki egyáltalán. Csak nevek vannak, megnevezések. És azt, hogy nem történik semmi valójában. Ez a kettő, ami így szerintem felfoghatatlan. Aztán az, hogy már nincs idő, meg nincs tér, meg az még lehet, az még úgy elmegy, de hogy nincs senki, meg nem történik semmi, az úgy nehezebb. Persze, igen, lehet könnyű innen beszélni, vagy így beszélni, de hát ez van. Még kérdezhettek nyugodtan bármit, vagy írhattok, ahogy, ha úgy jön. Nincs jó kérdés, vagy rossz, úgyis magától dobja a rendszer. Maga a szépség az egészben az az értelmezhetetlenség. Az, hogy nincs tudás benne. A tudás az megöli az egész ismeretlen, kiszámíthatatlan életnek a frissességét, gyönyörűségét. De ezt se lehet csinálni, ugye ez is megy magától. Teljesen leválaszt a szülői másoló mintákról. A másoló programot megszünteti. Az életben nincs elvárás. Jó Isten, meg rossz Isten, meg mindig van valaki, akit lehet hibáztatni azért, ami történik. Még magadat se. Nincs senki.
Na a csetben, ha nem szorulna be testekbe, hanem maradna szabad, akkor nem működne a világ? Valószínűleg nem. De ugye ez is csak egy koncepció, de hát ez soha, soha nem kezdődött el, és soha nem ér véget. Soha nem áll meg. Soha nem áll meg. Igazából nincsen szilárd világ, tehát nincs egy valós világ. Olyan minden, mintha holografikus lenne. Tehát igazából nincs mi megszűnjön, vagy ne szűnjön meg. Semmi nem igazi. Csak úgy tűnik. De nagyon annak tűnik, tudom. Mi az, hogy soha nem áll meg? Nincsen idő. Hát nincsen idő. Végtelenül, csak végtelen pulzálás van. Zzz. Ez csak igazából csak egy mondat, hogy soha nem áll meg. El sem kezdődött. Tehát úgy ért, hogy nem lesz vége, ugye? Tehát nincs egy vége, egy végpont, egy kezdeti pont, meg egy végpont, mert te a valósból ugye a kontinuitásban vagy, neked az idő az igazi. Valami, és ugye az énből, a személyből csak azt tudod elképzelni, hogy valami igazi. Tehát, hogy folyamatos, lineáris. Igazából az idő az ilyen, nem ilyen, hanem kép, 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 érzés, érzés, kép, érzés, érzet, érzet, kép. Nem ilyen. Nincs előzmény és következmény. Soha nem szűnik meg történni, vagy nem történni. Az életnek nincs szüksége arra, hogy az legyen, ami. Nincs szüksége arra, hogy test legyen, nincs célja. Nincs célja egy emberi testtel, nincs célja egy laptoppal, egy képernyővel. Nincs idő. Nincs szüksége arra, hogy az legyen, ami, hogy hűtőszekrény legyen, hogy levegő legyen. Nem akar jót, se rosszat, semleges. Mikor azt mondod, nincs kezdete meg vége, akkor pontosan mire gondolsz, minek nincs kezdete? A semminek, ez maga a semmi. Minden üres, semmi, nem halad sem erre, mozdulatlan. Csak úgy tűnik, hogy mozog, látszólag. Minden csak látszólagos, egy jelenség. Ez reggelig lehet persze, nincsenek rossz kérdések, sőt, jó kérdés sincs, de nincs válasz. Ezekre nincs válasz. Amúgy semmire nincs válasz, de én azért szeretem a kérdéseket. Jó, olyan jó válaszolni, meg olyan dinamikus, meg miért ne? Hát nem dönti el senki olyan kérdés, meg nincs. Ó, egy kis kapaszkodót, please! Ja, de cuki vagy. Egy kis kapaszkodó. Nincs kapaszkodó. Nincs kapaszkodó. A halálban sincs kapaszkodó, meghal a test, megszűnik minden. Nem élsz tovább még 5 millió évig. Az életben nincs kompromisszum. Nem veled történik. És néha kegyetlen tud lenni, vagy könyörtelen. Igen. Aminek nincs helye, az megy a levesbe. Helyben vagyunk. Igen.
Ez az a szerelem, szenvedély, életöröm, amit ember soha nem birtokolhat. Soha. Mert tünékeny. Már nincs, már tova szállt. Nem lehet megfogni. És ez nem ez a éj a pillanatban meg ilyenek, mert ott megint ott vagy te, aki próbálkozik valamivel, és akkor előbb-utóbb meg feladja, mert ugye nagyon nagy erőfeszítés van benne. Ez nem akar meggyőzni semmiről. Nem akar megváltoztatni semmit. Minden az, ami éppen történik, már történik. Ez nem egy ellenpólus, egy baloldal, ami legyűri a jobb oldalt. Nincs kettő, egy energia van. A dualitás illúzió. Az érzetek nagyon erősek tudnak lenni. Nagyon. És miért is ne? Mindenki menekül az érzésektől. Igen, fájdalmas is tud lenni, persze. Ez az érzékeknek a robbanása, olyan, mintha az érzések azok ilyen teljes erővel robbannának, vagy épp unalom, vagy bármi, de nagyon-nagyon élő, élő minden. Pulzál, vibrál. Nem egy folyamatos nyugalmi állapot. Nem. Néha nyugalom van, máskor, puh, úristen, nem tudom, bármi. Puh, nem tudom, úgy hagytam a sütőt. Elmentem otthonról, jó, hogy mi lesz? Tehát bármi, bármi, bármi. Nagyon-nagyon egyszerű, hétköznapi. Vagy csak öröm, vagy csak bámulás a felhőkbe. A személy nem látja igazából, hogy milyen az ég, hogy milyenek a felhők. Ilyen gyermeki rácsodálkozás van mindenről, minden olyan, mint először történne, mint ha mindent először látnál. Öntudatlanul, nincs ezen egy gondolkozás. Minden olyan természetes. Doboz keksz az asztalon. Maga a végtelen. Az ízek, illatok, érintés. Érzelmek, látás, hallás. Csak semmi nem a tied, csak történik. Egyszerűen fantasztikus. Minden milyen precíz, egy hihetetlen intelligencia, de nem az emberi, nincs köze. Nincs tudatosság benne. Káosz. Persze emberként vagy személyként úgy tűnik, hogy van egy tudatosság benne, mert hogy annyira rendnek tűnik minden, ahogy működik a test, hogy milyen tökéletesen működik minden a tökéletlenségben. De csak azért, mert hogy a te személyként azt hiszed, hogy ebben van egy szándék, hogy neked itt dolgod van, hogy te fontos vagy. Nem. Egyszerűen magától működik minden így, teljesen szándék nélkül. És Kata, azt hiszem, pont te mondtad a múltkor, hogy ilyen őrültül történik minden, vagy tud úgy történni, teljesen kiszámíthatatlanul, hogy van olyan nap, amikor, vagy hét, hogy így az életben nincs logika.
Neked kell a logika azért, hogy kiszámítható legyen, meg biztonságos. Ez az illúzió. Ez a kapaszkodó nagyon vicces. Mindenki szeretne egy kis kapaszkodót. Az a, hogy a kapaszkodók is csak ideig, óráig kapaszkodó. Utána kell egy másik kapaszkodó, és akkor végtelen. Igen, erős az érteni akarás magától a csetben, igen. Akkor az is az, nem tud más lenni, éppen az, ami történik. Igen, a megértés is ez, bár semmi köze, de hát az is magától megy persze. Sokan megértik. Egyszerű megérteni, nem nehéz. Nagyon egyszerű a rávilágítás, hogy minden már történik, és ez a semmi, minden üres, de mégis egyszerre minden üres és tele. Aztán, amikor a megértés kezd eltűnni, akkor jön az energetikai leomlás. Utána a megértés kezd eltűnni. De hát ezek csak szövegek, mint abszolút a szöveg csak a felszíne az egésznek. Minden ismeretlenül történik energetikailag. Jó nagy komédia. Aztán Tony Parsons mondta, hogy most mondjuk Istennek, de teljesen mindegy, maga a végtelen az a komédiás, akinek a viccein senki nem nevet. Nincs senki. Milyen tő magának. Ó. Ezek a pici babák, hogy mennyire, milyen ilyen életöröm van bennük. Az, nem törődnek semmivel. Pici baba pillanatok alatt ott hagyja a családot is, mondjuk így, melyik totyog, nem érdekli, hogy a család mi van, még nincsenek ezek a családi kötések, nem tudja, hogy az anya az anya, az apa az apa, nem tudja ezeket, csak egy test jön, aztán kimegy, és onnan kész, neki az nincs. Nincsenek, egyáltalán nincsenek emlékei semmiről. Végtelenben van. De hát ez a látszólagos beszorultság, micsoda pszichotikus világokat tud létrehozni, hát valami hihetetlen, ugye? A rengeteg addikció, tehát drogok, alkohol, minden, amit elképzelsz. Perverziók, szexek, még több, még több.
Mindenkivel. Minden egy pótlással. Annak a végtelen értéktelenségnek. Mi? Vagy simán a család, a viszonyok. Olyan erős a személy, ez a beszorultság, a személynek az energiája, hogy nem tudsz kijönni belőle. Tehát maga a végtelen is nagyon nehezen lép ki, tehát úgy be van pördítve az egész, hogy mindig visszahúz, ilyen nagyon-nagyon erős, mint a acélhúzal, így. Tehát nem tudsz kijönni. Az ébredés az a te halálod. Senki nem ébred fel igazából, csak öntudatlanság van. De már minden fel van ébredve, mert hát nem történik. Minden egy játék, fényjáték, sok-sok fényrészecske, fényrészecske, és az olyan, mintha tükröződne, és minden így kép, érzelem, kép. Esküvő, temetés, család, kiabálás, minden, és csak fényrészecskék. Egyszerűen felfoghatatlan. Felfoghatatlan. Senki nem fogja megérteni soha. Tudomány se hiába próbálja mérni a végtelent. A tudás nem visz sehová. Mindig egy újabb tudás kell, még egy újabb. Kielégíthetetlen az is. Jó kávé ivás, ezt nem kell megtanulni. Kész fogja, megissza a jó kávét, finom. Tehát tévénézés, cukorka evés. Nem tudom, bármi, minden ez, minden. Semmi nem rossz vagy jó. Az élet ölel mindenben. Így tart a tenyerén, így. Szoktam az élőn is mondani, tényleg így tart, konkrétan. A részecskék így tartanak a széken, a padlón, a szilárdságban. Fú, ez... És azt se lehet tudni, nem tudja senki, honnan jön a fény. A nap is ez, ami látszik, az is csak részecskék. Ismeretlen fény megtörik a részecskéken is, egyszer csak élet. Irányíthatatlan, értelmezhetetlen, nincs iránya, nem halad sem erre. Na jó, akkor majd 8-án találkozunk majd decemberben, aki szeretne jönni, és akkor majd még kiírom a következő Zoomot, amikor lesz, várlak szeretettel, hogyha test érzi és mozdul. És ha még van esetleg kérdésetek, vagy bármi, akkor még egy-két percig örömmel. Köszönöm én is, köszönöm. Na, szép estét nektek, jó pihenést. Látszólagos reggeli jó kávékat kívánok mindenkinek, és akkor hát, ha találkozunk még. Ölelés nektek. Puszikálat, Köszönöm, Ági. Élecsik, sok Szia. szeretettel. Sziasztok. Puszik, hello.